Ebben a helységben sorolják a sürgősségük szerint a betegeket. A triázs egy kanadai rendszer, mely alapján néhány perc alatt szakmai protokollok alapján megállapítható, kinek mennyi idő alatt kell ellátásba részesülnie. A rendszer országos bevezetésre vár, ám Szekszárdon 2012 óta így dolgoznak. Az eltelt időszakban újítás történt és fejlesztési igény fölmerült, hogy rövid használat után látszott, hogy ez papíralapon vezetve nem praktikus, nem követhető, nem statisztikázható, nem vonhatók le következtetések ezekből az adatokból, ezért egy informatikai fejlesztés is történt hozzá néhány évvel később az osztály indulását követően, tehát gyakorlatilag azt az előírást, amit most rendeletileg is kötelezővé tettek, ezt a mi kórházunk már több éve biztosítani tudja. A rendszer egy ötfokozatos skálán rangsorolja a betegeket. Az 1-től 3-ig besoroltak, legkésőbb negyed órán belül ellátásra kerülnek. Aki 5-ös, az sokszor órákat ül a váróban. De a rendszerben még az is benne van, hogy ilyenkor, ha még több súlyos, kritikus állapotú beteg jelentkezik, akkor újra triázsoljuk, ezt retriázsnak hívjuk, és akár 4-6 órát is hivatalosan lehet úgy várakozni, hogy addig még nem kap ellátást a beteg. De több olyan eset van, amikor, hogyha a házi orvosához fordulna, akkor valószínűleg kevesebb várakozási idő alatt el lenne látva. Viszont amikor fontos és az időfaktor nagyon számít, olyan problémák lépnek fel, tehát valakit újraélesztenek, sztrókot kap, infarktust, ilyen esetekben ki tudjuk válogatni a hozzánk forduló betegek közül azokat, akik azonnali segítségre szorulnak. Ennél jobb rendszert még nem találtak ki, állítják a szakemberek. A triázt ellátó és kezelő ápolókat külön tanítják a besorolás ellátására. Szekszárdon erre folyamatosan képzik a szakszemélyzetet.